Szervusztok! A 2013-as év végére Ubisoft eljutott oda, hogy a Torrent kalózkodási rátáját egy kalózos játékkal ünnepli meg. Miután Desmond megtaperolt egy első generációs Discord gömböt, megcsapta a 220 és kinyiffant. Abstergo, azaz a templomosok orjászége, azonban tovább kutat családfája múltjában, de finanszírozási problémájuk megoldásaként kénytelenek felvásárolni szegény Ubisoftot, akik új alkalmazottként fogadnak minket egy családbarát videójáték kutatására. Egész érdekesen paradizálja magát a cég, meg kell hagyni. Kapunk egy köralakú Cubicle-t a legmodernebb Next Gen konzollal, de is időnként hozzánk csapnak egy-egy megfelelő figurát ajándékba. Lényegében nincs más dolgunk, csak játszani, vagy hébe-hóba feltűnően körbehekkelni munkatársaink, vagy főnökeink számítógépét easter egg-ekért. Történik pár érdekes dolog. Sean recepciós lesz, Rebecca pedig egy információs futár. Érdekes, mert előre keresik őket, de egyébként is mennyire EU-konform az a cég, ahol a kisebb nagyobb dolgaink közben az eladási adatok szórakoztatnak. És még kis tüntetik magukat. Pápa szobor. Cosplay vitrin. A munkaeszközünk egy Eistergo tablet, ami hasznos és érdekes információkkal lát el, mi meg cserébe elég hülyék vagyunk begépelni komoly kiágásainkat a kis digitális naplocskánkba. Hát ez elég érdekes számomra is. Na de térjünk vissza a játékra. Egy Assassin's Creed játékot nem nekem kell bemutatnom, erre ott az Otherworld. Lényegében ugyanaz, mint eddig. Ezért csak a logikai hibákról. Vannak itemek, amiknek egyharmada online bónusz, a másik egyharmada marketinges vacak. Edward Assassin érzetén még a ruhák se segítenek, ahol amúgy se voltak képesek egy igazán jó szettet összehozni. Például a fekete kalózkabátnál hülyén néz ki a fehér és bénaszabású kapucni. Nincsenek különböző részletek, amiért szimplán kár. Legalább egy kabát külön opciók lenne, de nem. A kraftolhatók meg eszvész nevetségesek. Idén egy első civilizációbeli páncélt, valamint egy templomos kabátot kapunk állóknak, az utóbbi legalább passzol a hajónkhoz. Ja igen, a hajó, The Jackdaw, a pacsirta. Segítségével körbeutazhatjuk a környéket, ami viszonylag nagy, de 70%-át így is a víz teszi ki. Külön harcászat és kozmetikai elemeket vehetünk egy személyes flottánknak, amik véletlen se trófea jellegűek, hogy a lehető legkeményebben lépjünk fel a helyi tengeren. Sokat fejlődött ezen a téren a játék. Kapunk egy basic fejlesztető falut, ahol a vendégház vityilló többe kerül, mint előtte minden egybevéve. Mondjuk a telepelyek tényleg hangulatosak, főképp az esti órákban, amikor épp nem flottákat tépünk darabokra. Remek kocsmai nóták fogadnak minket, miután megneveltük a helyi fekete népet, mert hogy engem valahogy mindig a négerek kötöttek le. A kocsmai barátunk a 200-asért megsúgja a BKV flotta ellenőrek helyzetét, ha egy kis mókára vágynánk. És most megmutatom, hogy milyen egy tengeri ütközet a játék vége felé. I'm
Szárazföldön visszafejlődtünk egy kicsit, legalábbis Connortennél komolyabb gyilkológépnek tartom. A dupla kard azért klafa, meg az négy előtöltős pisztoly is. De komolyan kérdezem, mi a francnak köpölcső? Ezionnak már beépítve volt ilyenje. Miért nem lehet akkor egy Hidden Blade-et fejleszteni? Beépített dárdák, jobb pengék, egy kampó, ha már kalózok vagyunk. A sztori pedig igen lapos, csak a vége fele lendül be. Viszont akkor már tényleg élvezetes, úgyhogy hajrá!